Próbáljuk akkor ki az utolsó páros. Sonic a fő karakterünk, és a társ pedig Creamless Cheese-el együtt. Ezzel fogunk tovább lépni az utolsó zónába. Ez itt a Chaos Angel 7. zóna, ahol teljesítünk 3 pályát, egy boss harcot, és utána pedig fogjuk teljesíteni az alap befejezést, a normál befejezést, ugyanis nem szereztem meg még a smaragdokat. Viszont a smaragdok megszerzése és a teljes befejezés is, az igen, szerepelni fog ebbe a videóba, úgyhogy lassan induljunk neki, és akkor nézzük, hogy hello, itt mi újság? Ja, itt is szaladni kell. Oké, Cream, akkor gyere, segíts nekem, eddig tudok jönni, és utána pedig platformozgatni kell, mert ha itt leesek, akkor végem van, szóval gyorsba kell itt nekünk haladni, és utána pedig kitapasztalni, hogy milyen is, milyen akkor a krímes játékmenet, tehát hogyha spindesünk van, aztán ezzel lehet ilyen csúszkálást tenni, te fel tudsz, vagy valami, a levegő, ez emlékeztek a Sonic 3-ra? Abba volt a pajzs, a tűz pajzs, és annál volt hasonló tennivalónk, amit tudtunk tenni, abár ott úgy tüzes volt, de itt, várjál csak, ezzel ki lehet lőni magunkat? Jó, oké. Tehát ez hasonló, mint a tűzpajzs lenne nekünk, szerintem nem rossz, de annyi biztos, ott a szurókára azért ne vigyen rá minket, annyi biztos, hogy ez itt az utolsó zónának az első pályája, és ahogy kezdtünk, már egyből leestünk, szóval oda kell figyelni rendesen arra, hogy hogyan haladunk, és milyen tennivalókat tehetünk itt a gyors... Fölfelé, csak egy kicsit kellene még, hogy feléri oda, Jó, sikerült éppen egy kicsit úgy feljutni, ennek örülök. És a trükköt azt nem lehet csinálni, tehát bounce-olunk, akkor abból nem tudunk semmiféle trükköt használni. Hát se baj, annyi viszont érdekes, hogy itt hogy van kialakítva nekünk ez a pálya. Tényleg olyan templomos, vagy valamilyen ősi dolog jut nekem itt így eszembe, mint egy ilyen régi lenne, régebben össze... Valamilyen tényleg Chaos Angel, vagy milyen zóna ez, hát érdekes lesz szerintem a boss. És én arra gondolok, hogy itt valami... Jó, leesett egy nagy szik... De itt mi? Az igen, na jó. Hogy ide hogy jutott el Eggman, és akkor ez most a Angel Island Zone, vagy helyileg hol vagyunk pontosan, az még egy jó kérdés lehet, de annyi biztos, hogy akkor végleg legyőzzük Emerald nevű drága kis robotunkat, vagy milyen befejezést fog ő kapni, azt megtudhatjuk majd a bossnál, az alap, illetve teljes befejezésnél a Super Sonicosba. És azt hittem, hogy sikerül kicsit még megállni, és akkor megtudhatjuk, hogy mi lesz a befejezése a trilógiának, mert az egy dolog, hogy vége a Sonic Advance 3-nak, de több Advance játék nem készült, szóval még szerintem az is egy érdekes sztori elem lehet, de meglátjuk, hogy hogyan rakják össze nekünk ezt. Már itt vissza fel tud lökni, igaz? Minket jó magasra. Oké. Ezzel. De ahogy látom, a pálya hosszát azt nem aprózták el. Mert ez... Homingetek! Homingetek van rajta, nem is csak simán az a tűzes támadás. Az igen, mert én úgy nem... Tehát nem lehet úgy célozni a ellenfélre, de pont ráugrott. És rátámadt, egész jó. Egész jónak tűnik. Oké, hát akkor az ellenfeleket könnyen le tudjuk majd győzni. Vagy hát így a kősziklára nem megy rá egyébként. Hogy tovább nem tud... Hú, szerencsé, hogy ez így elfogott. És itt merre indulunk? Ebbe az irány? Ott kilövi? Uff! Jó, várjál, oda be! Oké, na de az... Hey, oda a gurulva mentem! Nem mond már, hogy az nem volt elég. Jó kilövés, úgy látom, hogy itt a másik irányba megyünk. Meg a zene is nagyon király.
Habár úgy szerintem felidézni nem nagyon tudnék Sonic Advance-os zenéiket. Hát talán a Sunset Hill ném, hát az Green Hill-nek a zenéje volt, és összenyom... Jó. Oké, sikerült feljutni, hát nem volt egy... ott arról lesétáltam. Nem baj. És itt megint egy zárt. Ez viszont baj. Hány olyan zártat fog nekünk még ide tolni az arcunkba? Hoppa, vissza. Ezt tudom mi. Hát már megint? Ó, akkor itt valami különleges tennivaló van. Akkor valami különleges tennivaló, de mi lehet? Rajta kell, lehet ezen maradni. Hát ezek a Sonic Advance 3-ban tényleg így rakják össze a pályákat, hogy van. Ez is zárt. De ezt össze tudjuk? Na, ezt legalább össze tudjuk törni. Gyere, Cream, segítsél benne, hogy összetörjük. És így, hoppa. Most itt leesünk, az baj, nem baj. Oda, arra rá! Ne mondd azt, hogy... Ez itt így... Felugrottam, de... Így még akkor is veszélyes, bárhol le tudok esni. Kicsit szélebbről nyomjam lefelé, és akkor... De hogy nem lököd fel egyből? Lenyomjuk. Kilökés. Jön a platform. Megint tovább, itt jön megint egy. Megint. Itt le kell lassulni, itt nincs gotta go fast. Itt gotta go slow. Na, itt van egy gyors kilövés. Nem merek tovább menni gyorsan. Nem merek. Itt is várok a következőre. Itt most a megfontolt platformerkedés van. Hát az elején gondolhattam volna, mert ott is így kellett ugrándozni. De nem számítottam rá, viszont ezért volt egy majdnem 6 perces menete. Na, Chaos Angel 2-es pálya. Lássuk, hogy nem szabad spindessel indulni. Ja, most szabad, jó. Figyelj, és leesek és annyi, mert... Oda ott a szurkálóra... Legalább látszódna, hogy hol érkezik föl egy olyan szurkálós. De nem is látszódik. Továbbra is folytatódik ez a... platform. De én a hominget kelni akartam arra a ellenfélre. Jó, hát... Hát sebződve, de... Legalább odaértem. Sebződve is, de legalább odaértem. Jó, most már nem fogok. Az a baj... Leesünk, végünk. Azért ennyire... Ja, itt van már majom barátunk is ott volt. Oké, itt fordulás vissza. Ezzel a kilövéssel. Gyere. Jó. Boost. Milyen sejtelmes, félelmetes. Hova vezet ez a játék minket? Hova vezet? És hova megyünk? Én ettől tartok. Ez még csak a második pálya, mi lesz harmadikon? Jó. Kilövés. Ó, persze, hogy daráskomám kilövést azt úgy használja. Ő is ránk lőtt egyet. Menjünk itt, szalad. Felfelé visz. Következő. Továbbra. Is föl. És ha ilyen kilövés használunk, mert ott vannak platformok, de rugók is fölfelé. Szerintem így vagy úgy, de el lehet jutni. Hát így túl gyorsak voltunk a kőhöz. Képest. De nézzük, belelök egy ellenfélbe. Hát szabad ilyet? Úgy van elhelyezve itt is. Nem tudok tovább. Ott is egy ellenfél volt. Most már csak a trollkodásra megy rá ez a játék, úgy tűnik. Jó, ez is! Látod? Oda lekerült, és egyből a szurót is kefeljen. Ez nem, ez már nem. Itt már... Ilyen reakcióidő nincs, tehát ezt már nem lehet kitalálni. Mert ez áttörhető? Jó. Oké, vissza le. Ebbe az irányba grind. Oda vi... Fú, olyan gyorsan lépeget, láttad, hogy átlépte a hézagot? Kilövés föl. Húha. Ez az, leestünk végünk. Ez nem... Ha megint ezek a bezárások. Szerintem most valami felső
másik útvonalon, vagy nem, mert ez a szuraukás, igaz? Valami más útvonalon jöhettem. Ja igen, ezt már tudom melyik. Jó, na most az átugrások azok jól mentek. Most már a platformerkedések is menjenek jó. Ugye? Tovább ide. Ez az. Hú! Itt ez most... Ma megint oda tenni egy ellenfelet. Ez lehet nem kellett volna egy ilyen vad kilövés. Ide, hogy leesünk. Erre rá. Igen, csak amikor nem látok platformot, hogy merre menjek, akkor azt mondom, jó, akkor induljunk el jobbra, mert az a biztos. Arra haladni. Jó, ott a checkpoint azért hallatszott. Fú! Néha az a kilövés azért túlzás, nagyon messzire lök. És akkor annyi. Oké, ott a fejjel lefelé, szuraukák, egy ellenfél. Nem baj, vissza felkapaszkodunk. Igen, az ilyen kilövésekkel. De hogyha ide lent van a pálya végén, nekem az is elég. Úgy van. Le és föl kilövés. Hopp, az ellenfélre. Egyébként itt már gyűrűket adnak az ellenfelek, pedig régebben azok kis állatok voltak, tehát itt így lehet valami más dolog van így a háttérbe. Oké. Okay. És föl, megint egy boost. Jó, messzire jobbra jussunk ki. Az itt teljesen leesek. Ez. Hadd szóljon, menjünk, már várom a 6 perces befejezést, de lehet most lentebb tudok, kicsit, csak egy kicsivel hamarabb. Ah, ez az, jó, 4 perc 30 alatt, lássuk akkor a 3-as pályát, itt lesz akkor boss fight, mert a... Oké, mert a tapasztalatok, azt akartam mondani, a tapasztalatokban úgy van, hogy hát nem mindegyik végén van boss fight, de azért szokott lenni. És itt most a zene. Ez boss fight. Oh, minek lőttél? Ha ellene, akkor már nyomok egy homingeteket, de látod, hogyha nagyon támadok. Azt hittem arra az oszlop tette! Jó, akkor csináljuk úgy, hogy erről nem ugrok le. De tuti, ez olyan lesz, hogy a végén muszáj leugorni, mert amúgy belevisz valami csapdába, mint mondjuk a Toxic Tunnels volt a Crash 4-ben, vagy valami ilyesmi helyzet. Vagy, oh. De nézzük új remegnél, jó, én is megremegek, hogy most ugorjak le, vagy nem. Figyeljük az ellenfeleket, de itt a reakció idő kell nekünk, hogy tovább jussunk rendesen. Ó, az ott feljön a szurókás. Új ellenfél. Komoly kis Rayman szurókám vagy. Rayman vagy. Itt megyek alatt a checkpoint, akkor itt szerintem vagy kapunk most már normál pályát, vagy pedig egy újabb. Kapunk egy újabb ilyen kis figurát, jó, megyünk akkor. Jó kis változat ez is. Sonic Colors-ban is volt hasonló, hogy... De akkor mi irányítottuk magunktól, tehát hogy... Az igen! Hogy koncentrálni kell fölfelé, mert össze tud zárni minket. Én azt mondom, középen kell maradni, és utána... balra és jobbra korrigálni. Vele. Itt a gyűrűk csak nem visznek csapdába, igaz? A gyűrűk csak nem visznek rossz helyre, mi? Jó, Creamnek annyi, az egy mínusz. Jó, vissza tud térni, ez a jó benne. A széle! Éppen ott tudtam megmaradni. Tényleg maradjunk közé. Ó, persze, nézd meg! És hogy bele... Ó! Jó, akkor ott elmegy azon az oldalt. Jó, nézzük. Melyik oldalt jön még olyan? Szóval ez nem tudom, milyen százlábú, vagy valami furcsa... Oj, de furcsa robot az. Lefele víz. Hopp, egy szurós megint. Aha. Akkor itt megint egy checkpoint. Jó. Oké, és akkor menjünk a checkpoint után, és gondolom lesz még egy harmadik ilyen menet is. De hogy lesz nehezebb? Hát lehet sokféleképpen, de hogy mennyire lesz nehezebb, azt már csak ők fogják. Az igen, ők fogják kitalálni. Ott ejtik ránk felé. Hogyha elő vagyok, az se jó, ha hátul vagyok. Oj. Hát de... Azokat kikerülni. Sonicnak lendületet kell szerezni. Tehát nem nagyon gondolom, hogy azt egyszerű kikerülni. Ebből is szúró.
Abból hármas szúrás, visszaküld. Ó! Jó, várjál. Nem, ú, Krím segített. Láttad? Legyőzte azt a darazsat. Ebbe is szurok. Na, megint ez lesz. A középső az. Az igen! Jó erős füle van annak, hogy a nyúlnak. lassan kövessük. Az lement. Akkor mi maradunk ide fent? Maradunk ide fent! Fú, na hadd szóljon! Most jön akkor a boss fight. Ez az utolsó, elvileg 7 zónon szokott lenni így a játékokba. És akkor jöhet a... Ez megint ez a pattogós? Ez már volt. Ez volt, ez egy nagyon jó fajta... Hogy merre? Itt most nem tudok annyira pattogni, merre? Hopp! Hogy nem mehet annyira a pattogás? Ó, egy pillanat! Át tudok jönni? Jó, mégiscsak másabb. De akkor hogy van ez? Várjál majd meg! Kész! Fú, de koncentrálni! Koncentrálni kellett. Emerald kellett végül sebezni, de az volt a lényeg, hogy mindig változtatni, hogy melyik oldalt vagyunk, és utána arrébb kellett menni, mert akkor így bounce-olt az az egész kötél, amin rajta voltunk. Jó, Krím! És Sonic legyőzte akkor a 7. zónás boss fightot. Mi lesz akkor a sztori befejezése? Arra vagyok még kíváncsi. Altár Emerald? Sonic and Krím versus boss? Most ez hogy érti a játék, hogy boss? A normál befejezéshez? Tehát akkor... Ja. 7. zóna rendben, de... Hova viszel? Betolt ide! Emerald ellen! De olyankor nem sebezhetem, ha... De, sebezhetem. Körbe is küldi. Láthatatlan megjelenő rakéta kilövő pörgő teleportáló, boostoló, ez mindent tud, ez mindent. Hopp, várjál, ennyi? Ja tényleg ugyanúgy csak 4-et kell bevinni sebzésnek, igaz? MRA megint kisült, vagy valami történt vele és tovább haladt. Na de most kit mentünk ki, vagy most a mesteres maradt. Ez akkor Angel Island, és akkor... Figyelj! Egy nagy pók, vagy mi ez? Eggman pók. Ez még megint a boss! A kéz! Ahhoz rám fog csapni ez a kéz, igaz? Ó, a platformok eltűntek. És most? Hogy tám... Már csak két plat... Hogy lehet támadni rá? Ja, ott az a piros. Azok a pirosakra rá lehet ugorni? Pingpongod a föl. Azaz. Valahogy sebeztük, de nem is tudom, hogy hogy. Szerintem lehet azokat a piros golyókat úgy felé visszalöktük. Na nézzük még platformot. Ez az egyik platform, az a másik. Gyűrű nélkül, oh no. És 8-at be kell vinni az 8 golyó. Mondjuk talán 8 golyó az nem túl sok. De akkor pingpongozzuk föl. Hey! Ez nem... Ez nem fair volt, ez biztos, hogy elkap. Ja, nekünk kell felugorni? Ja, nekünk kell felmenni. Azaz. Jó. Jó, akkor... Hát remélem nem 8 sebzés kell majd neki, mert az elég sok. Tehát amikor itt válogatja, akkor itt beszoktam pörögni. Nézzük, hogy hol viszik le a platformokat.
Van ez az összecsapás képességük még, hogy összenyom, akarják nyomni Sonicot, de akkor itt fel kell ugorni egy kicsit, felugrunk, aztán lehajolunk. Szóval, ja! Ho! Ho-ho-ho! Már mi a? Hey, pörgő! Az mi? Na majj! Figyelj, igen! Jó van, ó, az utolsó bevittítés. Csak a keze még úgy mozgott, azt hittem még. Hát akkor, legyőztük. Akkor ezzel megmentettük a Mester Smaragdot. You're going to pay for this! Ez a kis hang. Azt mondja, hogy nem. A robot mondta, hogy nem volt szép. Hogy legyőztük egy... Final zone clear. De most akkor jók vagyunk, vagy rosszak? Hó. Oh. Visszasétál. Sonic és Cream. Amy, Tails, Knuckles. Itt a teljes csapat a Mester Smaragd előtt. De megmentettük, vagy most mi a helyzet? Mint valami jelet küldene, amúgy... Minden rendben van! Hát az alapbefejezés is jó volt, mit akarnak akkor itt Super Sonic-kal? Mi a helyzet a Káos Maradokkal? Ja, hát igen, mert még el, úgymond elmenekült Emerald és... ...és Eggman. Ez igen, ez jó. A csapat teljesítette, amit teljesíteni kellett. Na de, a Sonic Teamnek a köszönet már jár, viszont nézzük meg akkor mi a helyzet, ha megszerezzük az összes csáót, 10 csáót mindegyik zónába, és utána a Chaos Smaragdok a Special Zone-nal, amihez kell egy kulcsot még megszerezni a pályán az adott zónába, és úgy lehet feloldani akkor egy olyan Special Stage-et, ott pedig a Chaos Smaragdot, és miután megvan mind a 7, utána jelentkezek! 2000 years later. Így bizony, mindegyik zóna kész, mindegyik smaragdal, mehetünk akkor Super Sonic-kal, akkor jövök a Chaos Angel bossra. Jó, legyőzve. Ez a Sonic és Tails legyőzte. Ezek után az Altar Emerald következik. Először legyőzzük Gemeralt. Itt vagyunk akkor a Chaos Smaragd, vagyis fontosabban a Mester Smaragdnál jön a boss, és akkor meglátjuk, mi lesz most másképp. Ho, na végre. Jó, sikerült. És akkor mehetünk tovább? Lássuk, mi lesz a befejezés. Tehát akkor ott elmegy Eggman és Gemeralt, utána futunk, és aztán kiüti, vagy megszerezzük, ott vannak a Káos Smaragdok. A smaragdokat felhasználja a Gemeralt, egy ilyen nagy polipos, vagy mi lesz? Visszadobja Eggman Sonichoz, és elmenekül. Sonic el mit mond? Hoppá! Lejönnek a smaragdok. Ezzel a 7 smaragdal. Újra itt vagyunk. Super Sonic változatban. De Eggman ott van összetörve. Feláll, aztán látja, hogy mi történik. Megy Sonic után. És akkor elvileg ez kész. Non-aggression. Ez itt a non-aggression pálya, Sonic. Használd a tag action-t és támadj velem. Mondja ezt nekünk, úgy tűnik, hogy... Opa, egy támadás jön. Mondja ezt nekünk, akkor Eggman. Eggman és Super Sonic összefog, és együtt harcol. Akkor a támadás... Mondjuk a támadás, lőjük ki, lőj, gyere. Á, majdnem sikerült feltölteni. Tehát akkor a feltöltést kell elérni, és utána támadás, gyerünk, nagy gömb. Jó, feltöltött, de aztán lefagyasztott. Fel kell tölteni sárgával, és akkor kilőni, mert ott van a szeme, vagy ott van a feje, vagy valami ott úgy világít úgy pirosan, de nem mindig. Tehát amikor az a Gemeralt fejnél az a szürke záró, hát nincs mindig nyitva,
ezt azért észre lehet venni. Az a sebzélpontja, úgyhogy feltölt a megmen, amennyire csak lehet. Jövök középre. De felénk jön. Most el kellett engednem, mert kellenek a gyűrűk is, mert igazából elfogy, hogyha nincs, de hát azért elég sokat, azért tud küldeni, elég sokat. Maradjunk akkor ebbe és így forogjunk, így körbe, mert egyébként így hátralök, hogyha nem tudunk benne maradni abba a zónába, ha lehet ezt így mondani, és nézzük, lesz-e nyitás, gyerünk, gyerünk, csak támadás lesz. Akkor nyílik ki, és akkor utána pedig fel kell, utána kellene még egyszer bele támadni szerintem. Amikor sárga, akkor ráküldöm, akkor nyitva van, és utána pedig egy simát rátámadni, vagy akkor kell szuperszonikkal, Jó, tehát akkor Eggman kinyitja úgy a lehetőséget, és utána pedig szonikkal kell a sebzést bevinni. Ez ott. Sikerült! Fú! Azért ez is egy kemény harc volt. Főleg azt a tag action-t, hogy rajta tartani, hogy töltődjön fölfele Eggman. Sonic és Dr. Eggman, legyőzte! Hát az volt a neve, hogy non-aggression, viszont volt azért egy kis támadás. Na itt van egy csapat, akkor úgy tűnik, hogy úgy pislogott Sonic, ahogy leesett, és felkelt. Amy örül a legjobban, természetesen, de azért Tails is itt van, és ő is azt mondja, hogy figyelj csak, várjunk, ott volt Eggmannek a... Ott megy Eggman hajója, vagy ez az Emerald-i? Na, a lényeg most nem az, hanem az, hogy mindenki rendben, a mester is maragd, Amy, Tails, várjál, Knuckles fog, Knucklesnek kéne védeni, várjunk, mit mond Sonic? Here we go! És akkor... Kilövés, ez az, mehetünk gyorsan, gotta go fast, megmented, itt van a mi hiányunk, ő, marad is itt, a mester is maragdot őrizni, ez, igen, Sonic Advance trilógia lezárva, így akkor ez volt a harmadik játék is, várjuk sok szeretettel akkor ezek után a következő Sonic játékot, ami jelenleg most megjelené Sonic Superstars, az lesz az ilyen 2D-s akció. Hoppá! Akkor vannak itt még képek, hogy mi történik Gemerallal. A partra vetődött, és úgy tűnik ott van két láb, és akkor Tails és Cream elkezdi ott úgy javítgatni, ott van Cheese is, aztán akkor úgy tűnik, hogy felkelt, és akkor hát Cream-mel jó, összebarátkoztak meg az állatokkal, és akkor úgy tűnik, hogy ő is most már, hát igazán nem Team Sonic, hanem Team Cream, Vanilla és Cheese csapatának az egyik tagja. Hát akkor most lehet itt teázgatni és akkor beszélgetni. Így bizony lezárva a Sonic Advance trilógia. Ilyen jöhet még. Lehet a Superstarsból is trilógia lesz? Nem tudom. Attól függ, hogy milyen fogadtatás lesz, de örülök, hogy visszatérünk a klasszikus 2D akcióra. Vannak még Sonic játékok, de most koncentrálok az újonnan megjelentre, úgyhogy találkozunk legközelebb.